Különleges koncert részesei lehettek a vasárnapi bugyiszlói istentisztelet résztvevői a református templomban. 1996. decemberében, karácsony közelettével a Magyar Országgyűlés képviselőiből alakult a parlament szenátorok elnevezésű kórusa. Ők látogattak el advent második vasárnapján Tolna megyébe, ahol többek között a bugyiszlói református gyülekezetben is felléptek. A kórus éneklésben és a többpárti demokráciában az a közös, hogy nem baj, ha nem mindenki ugyanazt fújja, az a fontos, hogy a maga szólamát mindenki tisztán énekelje, és akkor megszületik a harmónia. Fogalmazta meg a nem mindennapi énekkar eszenciáját Iványi Tamás, a szenátorok karnagya. Tulajdonképpen az volt a szándékunk, félig meddig tréfásan, félig komolyan, hogy megpróbáljunk némi harmóniát teremteni a parlament falai között, ha politikailag nehéz, akkor zeneileg, meg voltak és vannak öntevékeny klubok a parlamenten belül, kosárlabda, foci, akik szintén hát jótékony célú mérkőzéseket vállalnak, és gondoltuk, hogy talán jó lenne egy kórust is létrehozni. Az az igazság, hogy amikor meghirdettük az első próbát, akkor több sajtós érkezett a próbára, mint énekelni vágyó képviselő, de aztán később mégiscsak beindult ez a dolog, és kiegészülvén családtagokkal, illetve parlamenti és minisztériumi szakértőkkel, hát tulajdonképpen 23 éve létezünk és vállalunk jótékonysági fellépéseket. Ahova hívnak, oda majdnem azt lehet mondani, hogy válogatás nélkül elmegyünk, tehát legyen az kisfalu, vagy nagyobb település, vagy hát nyilván eléggé szélsőségesek a határok. Például énekeltünk a berlini Magyar Nagykövetség új épületének az avatásán is, de picike falvakban is. Van egyházi repertoárunk is, és világi is, tehát tulajdonképpen bármilyen fellépést vállalunk. Elsősorban persze, mivel a Magyar Országgyűléshez kötődünk, ezért magyar szerzők műveit szoktuk választani, ha csak lehetséges, de hát azért bele-bele választunk a világzene irodalmának a klasszikusaiba is. És hát arra is megpróbálunk tekintettel lenni, ez most ugye református templom, hogyha lehet, akkor zömmel protestáns művek szólaljanak meg, és hát vannak inkább katolikus templomban énekelhető latin nyelvű művek is. A repertoárunk eléggé hasonlít egy átlag magyar amatőr kórusnak a repertoárjához, annyi különbséggel, hogy egy kicsit jobban figyelünk arra, hogyha lehet, akkor minél több magyar szerzőtől énekeljünk. A bugyiszlói istentiszteleten többnyire tehát protestáns dalok, de az adventi időszakra való tekintettel karácsonyi énekek is hangzottak el. Azt gondolom, hogy az advent az hát valami misztikum, tulajdonképpen az Isten és az ember találkozásának egy ilyen nehezen, ugye empirikus úton nehezen igazolható aktusa ez. József Attila ezt a találkozást ért, ez egyik versében úgy fogalmazza meg, hogy tudom is miért szeret engem, tetten értem az én szívemben. Tehát valószínű, hogy az Istennel való találkozásnak az egyik lehetséges helyszíne az embernek a saját szíve, és hát ehhez kicsit le kell csendesedni, hogy az ember meghalljon olyan hangokat, amiket amúgy az élet rohanásában kevésbé. És hát persze fontos a karácsonyra való készülődés kereskedelmi okokból is, de hát a vásárlás is egyéb közben nem baj, hogyha azért gondolunk az eredeti tartalomra is, és egy kicsit csendesebben, családi körben, vagy az ember saját magában is egy kicsit készülődik erre a találkozásra. A különleges alkalom vendégeit Tóth István polgármester köszöntötte, Dancs Róbert lelkipásztor pedig bemutatta az általa meghívott kórusnak a megye harmadik legnagyobb református gyülekezetét. Az igét Horkai László püspök hirdette. A résztvevők persely adományukkal a Kárpátalján működő szolyvai református óvodát támogatták.
Soha nem volt.